az egészséges életmód támogatója az Északkelet Prokop ZRT. Köszöntöm Önöket, ez az Egészségpercek. Mai adásunkban egy olyan betegségről beszélünk, ami igen gyakorinak számít, és ami hazánkban a halálozási statisztikát vezeti. Hogy a szívinfarktus tünetei mik, hogyan kezelik Miskolcon, és hogyan zajlik a gyógyulás, hamarosan megmutatjuk. Aztán pedig egy olyan vitaminról tudhatnak meg szinte mindent, amiről napjainkban egyre többet hallunk. Azt mondják rá, az életelixírje. A D-vitamin tulajdonképpen nem is vitamin, hanem egy hormon, amit akár egész évben is érdemes szedni. Hogy miért, mire hat, megtudhatják, ha velünk tartanak. Szívinfarktus. Talán nincs is olyan ember, akinek a környezetében ne történt volna legalább egy ismerősével, hozzátartozójával tragédia. Amíg évtizedekkel ezelőtt sokkal több ember vesztette életét infarktus miatt, addig ma már sokkal kedvezőbbek, de még mindig nem a legjobbak a mutatók. Ma már a korszerű eszközöknek, a tudomány fejlődésének és a kutatásoknak köszönhetően sokkal több ember éli túl a szívinfarktust. Évente 100 000 emberből 150-250 kap infarktust, tehát gyakori betegségnek számít. A halálozás jelentős részét a szív- és érrendszeri betegségek teszik ki. Becslések szerint a világon évente mintegy 17 millió ember hal meg szív- és érrendszeri betegségek következtében. Európában Magyarország vezeti a halálozási statisztikát. Nagyon sokat fejlődött a kardiológia és az infarktus ellátása, az különösképpen sokat, tehát 20-30 évvel ezelőtt teljesen másképp kezeltük ezt a betegséget, és igen korlátozottak voltak akkor a kezelési lehetőségek. Ma már jól szervezett ellátási rendszerrel rendelkező országokban jelentősen csökkent az infarktusnak köszönhető halálozás, de ez továbbra is igen számottevő maradt, tehát nem lehet alulbecsülni ennek a betegségnek a jelentőségét. Azt mondhatjuk, hogy attól függően, hogy milyen adathalmazt nézünk, az infarktusnak a 30 napos halálozása az valahol a 2-3 és a 10% között mozog, vagyis adott esetben 10 ilyen betegből akár egy 30 napon belül elhalálozhat. Az egyéves halálozásra vannak elég jó magyar adatok, és ott pedig ez a halálozás olyan 18-20% körüli. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sokat fejlődtünk, annak ellenére továbbra is egy rettegett betegségről van szó, és itt a legtöbbet úgy tehetünk a halálozás csökkentése érdekében, hogyha hamar felismerjük és hamar kezdjük kezelni a betegséget. De mit is kell figyelni? Mit érdemes tudni a tünetekről? Az alapokat érdemes lenne mindenkinek tudnia, hogy szükség esetén időben kórházba jusson a beteg. Típusos tünetei vannak a szívizominfarktusnak, ez pedig általában baloldali, szorító, markoló jellegű mellkasi fájdalom, ami sokszor derültékből a villámcsapásként éri a beteget, és ez a fájdalom ez nagyon gyakran sugárzik, kisugárzik a mellkasnak a bal oldaláról, a vállba, adott esetben a hátba, lapockába, de van akinek a torkába például. De sajnos nem minden esetben tapasztaljuk ezeket a típusos tüneteket. Vannak olyan betegek, akiknél úgynevezett angina ekvivalens tünetek formájában jelentkezik a szívizominfarktus. Ez azt jelenti, hogy nincs komoly, markáns fájdalom, hanem adott esetben hasfájás, adott esetben nagyfokú gyengeség, néha torokban szorító érzés, idősekben van, hogy csak eszméletvesztés, nagyfokú gyengeség, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy ezeket a tüneteket megfelelő módon értékeljük, tehát ez egy változatos tünetcsoporttal járó betegség, de mindenképpen domináló a mellkasi fájdalom. Szívinfarktus esetén valamelyik koszorúsér, amelyik a szív vérellátását biztosítja, elzáródik, de az is lehet, hogy egy érelmeszesedett plak megreped, és ott egy jelentős szűkület alakul ki a koszorúséren.
A szívünk az egy egészséges emberben percenként körülbelül 5 liter vért pumpál. Ez gondoljuk el, hogy ez nem egy kevés mennyiség, hogyha ki akarunk önteni 5 liter vizet egy kólás üvegből, az bizony időbe telik, ennyit pumpál a szívünk egy perc alatt, és ez egy igen jelentős munka, aminhez biztosítani kell a szívnek az oxigén ellátást, és ezt biztosítják a koszorúsereg. A koszorúsereg ennek a úgynevezett perc térfogatnak a körülbelül 20%-át kapják, tehát a szervezet védigényének a 20%-a az a szív saját energiaforrására fordítódik, és mikor ezekben a koszorúseregben valamilyen szűkület vagy elzáródás alakul ki, akkor a szív nem kap megfelelően vért, és emiatt jönnek a tünetek, általában vegetatív tünetek, verejtékezés, hányinger, hányás, a szervezet próbálja kompenzálni a teljesítménycsökkenést, és ezzel párhuzamosan jelentkezik a mellkasi fájdalom. Ha bárki hasonlót tapasztal magán vagy a környezetében, annak tudnia kell, hogy ebben az esetben a legfontosabb tényező az időfaktor. Hát ez az infarktus ellátásnak az egyik legfontosabb tényezője, nem véletlen, hogy világszerte mérjük azt az időt, ami a tünetek jelentkezésétől a koszorúsér megnyitásáig eltelik. Minden perc ilyenkor számít, hiszen amikor a szívizom nem kap vért, akkor a szívizom sejtek azok elhalnak, és utána már nem lehet visszafordítani ezt a folyamatot. Azt mondhatjuk, hogy nagyjából minden 30 percnyi késedelem az akár 7%-kal növeli az egyéves halálozásnak a relatív rizikóját. Tehát valóban minden perc számít, és a legfontosabb, hogy a mellkasi fájdalom után a lehető leghamarabb a beteg a úgynevezett invazív kardiológiai beavatkozások elvégzésére képes központba kerüljön. E köré szerveződik egyébként az egész ellátás, hogy igyekszünk az ilyen betegek már a területről kiemelni, hogy ne is menjenek más ellátóhoz, hanem egyből kerüljenek be egy szívkatéteres központba. Amit még érdemes hangsúlyozni, hogy sajnálatos módon általában nem az egészségügyi ellátón múlik a késés, hanem a legnagyobb késést azt maguk a betegek teszik hozzá a rendszerhez, hogy amikor jelentkezik a mellkasi fájdalom, akkor nem fordulnak időben orvoshoz, ízlelgetik ezt a fájdalmat, nem tudják hova tenni, várnak, hogy hát ha elmúlik, és sok esetben csak több órás késedelemmel kapjuk meg ezeket a betegeket, ami már ebben a helyzetben egy visszafordíthatatlan szívizomkárosodást eredményezhet. A szívinfarktus kezelése sokrétű. Azt, hogy melyik mód a legmegfelelőbb, azt az orvos dönti el. Heveny szívizominfarktusnál a legfontosabb, hogy az elzáródott teret minél hamarabb meg lehessen nyitni. Ez az esetek döntő többségében szívkatéteres beavatkozással történik. Ez azt jelenti, hogy az elzáródás területére egy picike kis vezetődróton keresztül bevezetünk egy ballont, és ott kitágítjuk a szűkült szakaszt. Ha szükséges, akkor egy kis fémhálóval ezt áthidaljuk. De addig is még erre sor kerülhet, ez még egy nagyvárosban is sokszor egy-másfél-két órás időveszteséget jelent. Tehát amikor a beteget az első ellátó észleli, akkor nagyon fontos egy olyan gyógyszeres kombinációnak a beadása, ami alkalmas lehet arra, hogy ez a kis elzáródás a gyógyszerek hatására megnyíljon. Tehát ezért fontos, hogy mi hamarabb orvoshoz forduljon a beteg, és a katéterezést mindig egy erélyes gyógyszeres kezelés egészíti ki. Ennek egy részét még a katéterezés előtt adjuk, egy részét pedig utána élethosszig a úgynevezett másodlagos megelőzés, illetve a beültetett stent nyitva maradásának a céljából alkalmazzuk. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház az egész északkeleti régióban végzi a magas szintű infarktus ellátást. Az északkeleti régió sajnos rendkívül magas infarktus számot produkál. A legtöbb klasszikus úgynevezett esti elevációs infarktust az országban a Miskolci Katéteres Centrum látja el. Ha ehhez csatlakoztatjuk még az ugyancsak sürgős ellátást igénylő úgynevezett nem esti elevációs vagy befejezetlen infarktusok számát, akkor országos szinten a másodikok vagyunk a betegszámokat illetően, ebben az esetben a Városmajori Klinika előz meg minket. Az infarktus ellátás a központi kórházban szervezetten működik. Itt található az ország egyik szívkatéteres centruma. A infarktus ellátás egyik alappillére az a döntés, amit az első ellátóhoz abban a pillanatban, amikor észleli a beteget. Ezt az első döntést nagyon kritikus szemmel kell értékelnünk, ugyanis amennyiben észlelődik az infarktus, és ez a döntés meghozza azt a
betegirányítást, hogy közvetlen katéter centrumba kell szállítani a beteget, akkor nagyon sok időt spórolhatunk meg, és ez az idő, a vesztett idő szívizom mentést jelent. Márpedig a beteg hosszú távú túlélésének a kulcsa, hogy az infarktus ellátás során mennyi szívizmot mentünk. Tehát, ha megszületett ez a döntés, hogy a beteget katétercentrumba irányítjuk, akkor a mentő a beteget a megyei kórház intenzív osztályára, és onnan azonnal a katéterlaborba, azaz ide hozza. Itt mi mindent megteszünk azért, hogy minél gyorsabban előkészíthessük a beteget, az állapotát és gyógyszerelését újra és újra átértékelve egy szívkatéteres vizsgálatra, szívkatéteres beavatkozásra, ahol gyorsan fel tudjuk térképezni a koszorúér állapotát, koszorúér rendszer helyzetét, esetleges dugulásokat, és abban a pillanatban esélyünk van arra, hogy ezt a dugulást megszüntessük. A szívkatéteres beavatkozások több mint 90%-ban képesek a koszorúér elzáródásokat kezelni. Ellentétben, ha csak gyógyszeres kezelésre várunk egy infarktus ellátásban, akkor a legjobb gyógyszerrel sem tudunk 70%-os sikernél többet elérni. Ez egy óriási különbség, és ez megmutatkozik abban, hogy a kórházi halálozás jelentősen csökkent az infarktus ellátás során, és jelentősen csökkent az egyéves halálozás is. De ehhez tennünk kell, mégpedig legfontosabb teendő, hogy minél gyorsabban jusson a beteg a panasztól a katéterasztalra. A szívkatéteres kezelés rendkívül sikeres, ugyanakkor költséges beavatkozás. Szakértelem, sok ember és csapatmunka kell a sikeres működtetéséhez. Azt is tudni kell, hogy egy bejáratott rendszerben ez ma már abszolút rutin beavatkozásnak minősül, kicsi kockázattal, a várható haszon viszont borzasztó nagy. A várható haszon életet jelent, életéveket jelent. A vizsgálat egyébként helyérzéstelenítésben történik, altatást nem igényel, nagyobb fájdalommal nem jár, természetesen az érzéstelenítés, mint egy injekció, némi kellemetlenséget jelent, és hát stresszelő körülmény a műtői környezet, de egyébként a betegek jól viselik ezt a beavatkozást. A lényege, hogy egy kis verőéren, általában a csukló verőéren keresztül fel kell vezetnünk egy műanyag csövecskét, magát a katétert a szívbe, ezzel meg tudjuk keresni a szív koszorúér rendszerét, katéteren keresztül festékanyagot fecskendezünk be az érrendszerbe, és röntgenkészülékkel filmezzük ezt a képet. Kellő nagyítással ez a röntgenkép jól kirajzolja a koszorúér hálózatot, és megmutatja nekünk, hogy hol van olyan baj, ami felelős lehet egy panaszért, egy infarktusért, és ami beavatkozást igényel. A szívkatéteres eljárás korábban szinte elképzelhetetlen volt. Ma már rutin beavatkozásnak számít, és egyre több területen alkalmazzák. A betegek máig mégis keveset tudnak róla. Egészen finom, picike eszközöket tudunk felvezetni ezeken a katétereken keresztül a szívbe. Át tudunk jutni az érben kialakult elzáródáson, duguláson, kritikus szűkületen, hajszálvékony kis drótokkal. Ezekre kis ballonkatétereket fűzünk fel, amit fel lehet fújni az éren belül, és kitágítjuk, kifeszítjük a beszűkült teret, és végül a megfelelő feltágítás után egy kis fémhálót ültetünk az érbe. Ez az a fémháló, amit stentnek nevezünk. Nagyon sokféle anyagból készültek ezek a stentek. Ma elsősorban króm, kobalt ötvözetek, platina, kobalt ötvözetek, rozsdamentes acél ötvözetek vezetik a palettát, és ma már mondhatjuk, hogy igen nagy százalékban ezeken a stenteken nagyon finom gyógyszer bevonat van, olyan gyógyszer bevonat, ami véd az ellen, hogy a szervezet visszaszűkülést provokáljon a stenten belül. Ez a gyógyszer persze nem elegendő ahhoz, hogy a stent összes velejáró kockázatát kivédje, ehhez az a gyógyszerelés kell, ami már a másodlagos megelőzéssel szorosan összefügg, vagyis a stentet védenünk kell tablettás formában beszedhető gyógyszerekkel, és védenünk kell az életet is, hiszen az infarktus után nagyobb az újabb infarktus kockázata, márpedig ezek a gyógyszerek azt szolgálják, hogy ezt a kockázatot csökkentsük. A szívkatéterezés után pedig jöhet a gyógyulás. Ehhez a betegnek minden orvosi előírást be kell tartania, hiszen az életéről van szó. A statisztikák szerint pedig ugye, akinek már volt infarktusa, nagyobb eséllyel kaphat egy újabbat.
Maga a katéteres beavatkozás egyébként nem egy hosszú beavatkozás. Ha nincs valamilyen komplikált helyzet, akkor egy fél órán belül egy infarktusos szívkatéteres beavatkozással készen vagyunk. Ezt követően minden eszközt általában eltávolítunk a betegből, és egy kis csuklón lévő nyomókötéssel az intenzív osztályra helyezzük a betegeket. Ott ideális esetben 48, maximum 72 óra megfigyelés történik, persze monitorok mellett, és amennyiben nincs semmilyen komplikáció, akkor onnantól kezdve már egy aktívabb rehabilitációs fázis, rehabilitációs osztályon következhet, amikor is megfelelő életmódbeli vezetést, megfelelő fizikai tréninget állítanak be. Viszonylag szigorú szakmai szabályok szerint, de meglehetősen egyénre illesztve, hiszen nem ugyanaz a rehabilitációs taktikája egy 40 éves életerős fiatalembernek, mint egy 70-80 év közötti idősebb betegnek. Természetesen, hogy mennyi ideig tart a rehabilitáció, nagyban függ attól, hogy mekkora infarktust szenvedett el a beteg. Amennyiben túl nagy szívizomtömeg veszett oda, akkor a rehabilitációs idő hosszú, de összességében azt mondhatjuk, hogy 1 és 3 hónap közötti az az időszak, amíg a betegek túlvészelik, kiheverik az infarktus okozta sokkot, és abba az állapotba kerülnek, ami már tőlük az infarktus után elvárható. A prevenció a szívinfarktus elkerülése szempontjából megkérdőjelezhetetlen, de általában az egészséges élet szempontjából is. Fontos, hogy figyeljünk egészségünkre, és amennyire csak lehet, óvjuk magunkat. A primer prevenció szempontjából a legfontosabb a szívérrendszeri betegségek kialakulása szempontjából jelentős rizikótényezőknek a kezelése. Ilyen a magas vérnyomás betegség, ilyen a cukorbetegség, ilyen a magas koleszterin szint, a magas vérzsírszint, illetve ide tartozik sajnos a dohányzás, tehát vannak olyan életmódbeli rizikók, amik kezelhetők. Nagyon sok ezek közül a úgynevezett infarktushoz vezető megelőző állapotok közül nem jár panasszal. A magas vérnyomás sokszor panaszmentes, a cukorbetegség gyakran panaszmentes, a dohányzás adott esetben még élvezetet is jelent a betegnek, tehát nem mindig motiváltak arra, hogy ezeket az állapotokat kezeljék. Ezt mi orvosként csak úgynevezett néma gyilkosnak nevezzük ezeket a betegségeket, mert fájdalommentesen vezetnek el oda, hogy egyszer csak megjelennek a szövődmények köztük, a szívizominfarktus. Tehát ezért hangsúlyozzuk azt, hogy amikor a házi orvos például a magas vérnyomás ellen gyógyszeres kezelést ír fel, vagy mikor a családban halmozottan előfordul a magas vérzsírszint, és javasoljuk a koleszterin csökkentő kezelést, akkor azt azért kell szedni, mert ezzel tudjuk megelőzni az évek múlva már kemény végpontként jelentkező szívizominfarktust. Akik már átestek szívizominfarktuson, azoknak el kell kerülniük az újabbat, vagy hogy a beültetett stentjük elzáródjon. Ők sokkal erélyesebb gyógyszeres kezelésre szorulnak. Ha egy korábban egészséges egyén derültékből a villámcsapásként egyszer csak erős, baloldali, szorító mellkasi fájdalomról kezd panaszkodni, akkor azonnal minden várakozás nélkül értesíteni kell a mentőszolgálatot. Ezzel teheti a legtöbbet. Nem szabad fizikailag terhelni magát, nem szabad kocsiba ülni, nem szabad arra várni, hogy hát ha ez majd elmúlik magától, hanem minél előbb a mentőt kell értesíteni. A mentő a helyszínre érve azonnal képes EKG-t készíteni, azt el tudja küldeni abba a központba, ahol tudunk dönteni a katéteres beavatkozás szükségességéről, és ha ilyen helyzetben az infarktus igazolódik, akkor ezzel jelentős szívizomtömeget lehet megmenteni. A reklámok, szakemberek, orvosok folyamatosan hangoztatják a vitaminok fontosságát. A legnagyobb visszhangja talán a C-vitaminnak van. Ki ne hallott volna Szentgyörgyi Albertről, aki a C-vitamin biológiai hatásainak tanulmányozásáért Nobel-díjat kapott. És azt tudták-e, hogy ő maga eleinte 1000 mg, később 4-5000, időskorában pedig napi 8000 mg C-vitamint szedett. Napjainkban tehát minden alapja megvan a C-vitamin fogyasztásának. Ezzel együtt pedig egyre többet lehet hallani a D-vitaminról is, vagyis inkább hormonról, mert hogy ezt a szervezet állítja elő. Az orvosok azt mondják, ez az élet elixírje. Talán nem véletlenül. Talán még keveset tudunk róla, vagy legalábbis nem eleget. A statisztika azonban önmagáért beszél.
A D-vitamin, vagyis D-hormon hiánya számos betegség kialakulásáért felelős. Éppen ezért felelősnek kell lenniük a szülőknek, nem csak maguk, hanem gyermekeik felé is, hogy egészséges életet élhessenek. A világon a legnagyobb táplálék hiányt a D-vitamin, D-hormon jelenti, mind a felnőtt, mind a gyermekgyógyászati vonalon. Ki kell mondani, hogy a világon a lakosság kb. Kétharmada, tehát tudom Magyarországra majd részletezős, kétharmada D-vitamin, D-hormon hiányos. Magyarországi felmérések azt mutatják, hogy a 10 év alatti korosztálynak a 49% a D-vitamin hiányos, a tinédzser korosztály 52%-a, a felnőtt populációnak kb. 33%-a, aztán az 50-es évei fölötti lakosságnak a 40%-a D-vitamin hiányos, az öreg embereknek, öregeknek a 70-80%-a, és akitől kimutatták, hogy csontritkulása van, azoknak a 90%-a D-vitamin hiányos. És hogy a statisztikát tovább folytassuk, a Semmelweis Egyetem reprezentatív felmérése szerint tél végére a magyar emberek 95%-a D-hormon hiányban szenved. A becslések szerint pedig az országban legalább 100 ezer gyereknek van extrém mértékű D-hormon hiánya. D-vitamin hiányos állapotos esetekben sokkal magasabb az emlő, ha daganatos betegségeket nézünk, sokkal magasabb az emlődaganat, a petefészek daganat, prostata daganat, vastagbél daganat előfordulása, mint a nem D-vitamin hiányosaknál. Tehát egyszer a daganatok keletkezésében valahol szerepe van. Szerepe van a krónikus betegségekben, tehát D-vitamin hiányos állapotokban sokkal gyakrabban fordul elő, mégis a daganat is egy krónikus betegség, cukorbetegség, felső légúti infekciók, asztma, bronchiále, egyéb hormonális problémák, tuberkulózis, autoimmun betegségek, mint a szklerózis multiplex, reumatoid artritis, amiket kolitis ulceróz, amiket talán jobban ismer a lakosság. Tehát az összes krónikus betegségben szerepe van a D-vitamin hiányban, és sok és hihetetlen maga ilyen 30-40%-kal magasabb a D-vitamin hiányos betegeknél ennek az előfordulása. A D-hormon hiányos kismamáknál sokkal több a magas vérnyomás, vagy a terhességi mérgezés, de koraszülés és magzati retardáció is előfordulhat. Az utóbbi néhány évben derült ki, hogy azok a terhességi multivitaminok, és ez alatt mindet kell érteni, a terhességi multivitaminok, amik azt a célt szolgálják, hogy mindent pótoljunk nap mint nap, amire a terhesnek, a várandósnak szüksége van, kifejezetten D-vitamin szegényesek. Tehát az a bevitt D-hormon, D-vitamin, amit a terhességi multivitaminok tartalmaznak, azok elégtelenek, úgyhogy azok kb. 600 egységet tartalmaznak, és a napi szükséges bevitel az 2000 esetleg 3000 egység per nap. A D-vitamin bevitel azonban nem csak napi bevitellel pótolható, hiszen a felezési ideje az 2-3 hónap. Tehát lehet egy olyan beviteli formát is választani, hogy heti vagy havi pótlással megvannak erre a gyógyszertári készítmények. Egy ajánlás szerint a gyermek egy éves koráig napi 400-1000 nemzetközi egységnyi, 18 éves korig 500-1000 nemzetközi egységnyi, felnőtt korban pedig 1500-2000 nemzetközi egységnyi D-hormon bevitele szükséges. Célszerű talán úgy indítani, hogy legyen egy telítő dózis, ami 10000-es nagyságrendű egységet jelent, és utána pedig, miután pótoltuk a D-vitamin hiányunkat, utána pedig a naponkénti D-vitamin pótlással. Mert mint ismert, a D-vitamin beviteli lehetősége az két formátumban létezik. Vagy táplálékkal, vitaminokkal, szájon keresztüli beviteli módon, illetve a bőrünkben képződik rengeteg D-vitamin. Tehát egy naponkénti 10-15 perces vagy 30 perces napozás, amennyire fedetlenül tudjuk tartani az arcunkat, nyakunkat, felső végtagunkat, az is rengeteget jelent már, de az őszi, téli, tavaszi hónapokban azonban ez kevés, úgyhogy célszerű pótolni.
De D-hormon szükséges az egészséges termékenység megtartásához is. Nőknél hatása van a petesejt érésére, illetve a méh nagyságára, a méhnyálkahártya átalakulására, a méhlepény vastagságára. A meddőségi problémáknál is, mint kiderült, szerepe van. Itt elsősorban szerintem sajnos sokan ismerik a PCO-s, a policisztás ovárium betegség csoportot. Ebben az esetben is kifejezetten D-vitamin hiányosak ezek a betegek. Tehát ugye nem úgy lehet ezt, nem úgy kell érteni, hogy a D-vitamin pótlása megoldom a PCO-s betegséget, de a PCO-sok tömkelegének D-vitamin hiányt tudunk kimutatni, tehát a D-vitamin pótlással egészen biztos, hogy a policisztás ovárium szindróma betegségét hatékonyabban lehet kezelni, és itt elsősorban az inzulin iránti rezisztencia, ahol ennek befolyása van. Ugyanis a D-vitamin, D-hormon az az inzulin iránti érzékenységet fokozza, tehát hatékonyabbá válik ugyanaz az inzulin mennyiség. Ezeknél a betegeknél ugyanis egy inzulin rezisztencia figyelhető meg, egyre több inzulin kell, hogy belépjen a körforgásba, és egyre kevésbé hatékony, tehát egy rezisztencia alakul ki, és mindezt a D-vitaminnal ellensúlyozni lehet. De D-hormon hiányt figyeltek meg az endometriózisban szenvedő nőknél is. Ez a betegség a méhnyálkahártyájának problémája egyébként, és ma már szinte népbetegségnek számít. A újszülöttek még nem tudnak D-vitamint képezni. Az újszülötteknek a D-vitamin pótlása az édesanyától származik. Tehát amit még kapott a köldökzsinóron keresztül, illetve az anyatej révén. Az újszülöttek bőrében még nem képződik D-vitamin, tehát az újszülöttet még nem tudjuk kitenni napozni, hogy D-vitamin termelődés beinduljon, tehát ők csak anyukától kapják a D-vitamint. És van egy nagyon érdekes megfigyelés az úgynevezett egyes típusú cukorbetegségnél. Ez, ami gyerekkorban jelentkezik. A D-vitamin hiány a gyerekkori cukorbetegségek 78%-áért felelős. Tehát ki kell mondani, hogy a gyermekkori cukorbetegségek jelentős részét meg tudnánk előzni, hogyha terhesség alatt, szoptatás alatt D-vitamint pótolnánk anyukának, és így közvetett módon az újszülöttnek. Hogy kiderüljön, fennáll a szervezet D-hormon hiánya, egy laborvizsgálat ad rá választ. Ma már vérből kimutatható, milyen a szervezet D-hormon szintje. És hogy ne legyen túl költséges ennek pótlása, akár a házi orvos is felírhatja. Így töredékébe kerül a hormon, mintha a vén nélkül is kapható terméket vásároljuk meg. Ha mindenkinél elérnénk a 75 nanomol per literes D-vitamin szintet, akkor körülbelül össztársadalom szintjén mi lenne várható? A comnyak törések 26%-át tudnánk kiiktatni. A gyermekkori úgynevezett egyes típusú cukorbetegségek 78%-a nem fordulna elő. Felső légúti infekciók, asztma kb. 70-80%-kal kevesebb lenne. De hatással van az influenza és influenza-szerű megbetegedésekre is. Ezt a statisztikák szerint 90%-kal csökkenne ezeknek az előfordulása D-vitamin pótlás esetén. Infarktus, stroke 50%-kal tudna csökkenni. Összességében a halálozás, tehát hogy mindent globálisan tekintek, a halálozás az kb. 7-9%-kal csökkenne hazánkban. 7-9%-kal. És ezt ha úgy vetítem, hogy egy még izgalmasabb adat, az átlag életkorunk 2-3 évvel nőne meg, ha csak normalizálnánk a D-vitamin szintünket. Ha csak a most elhangzott döbbenetes statisztikát nézzük, már akkor érdemes elgondolkodni, vagy inkább végig gondolni, hogy szükség van a szervezetünknek a D-hormonra vagy D-vitaminra. A kérdés persze most már inkább csak költői, hiszen ki ne szeretne tovább élni, vagy ki ne szeretne egészségesen, betegségektől mentesen élni. Hiszen tudják, csak egy életünk van, és rajtunk múlik, mit kezdünk vele. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkba. Két hét múlva új összeállításokkal jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk. Vigyázzanak addig is az egészségükre. Viszontlátásra!
Az egészséges életmód támogatója az Északkelet-Prokop Zrt.